Az elmúlt években legfeljebb a Dombori Nyári Fesztivál idején lehetett ennyi embert látni a Dunaparton, pedig annak idején szinte minden hétvégén nyüzsgő élet volt errefelé. Ezt az időszakot szeretné visszahozni az Együtt Domboriért Egyesület. Ezt az egyesületet helyi vállalkozók, helyi lakosok és üdülő tulajdonosok hozták létre azzal a céllal, hogy ezt a nagyon szép természeti adottságokkal rendelkező helyet egy kicsit felrázzuk. Ugye ezt tudjuk, hogy a 70-80-as években ez egy nagyon pezsdítő, életet élő üdülőhely volt. Most egy kicsit ugye a színvonalból leadott. Ezért alakultunk, hogy ezen tudjunk segíteni. Természetesen a Faddi önkormányzattal karöltve. Amára már több mint 200 tagot számláló csoport a Tettek mezeire lépett és megszervezte az Edekupát. A rendezvény lebonyolítása, az állami támogatása még nem jogosult civil szervezet számára nem volt egyszerű feladat. Egyelőre sajnos csak a befolyó tagdíjakból tudunk gazdálkodni, ugyanis a törvény szerint csak az kaphat állami támogatást, tehát a központi támogatást az az egyesület, amely már 2, illetve 3 éve be van jegyezve. Sajnos mi még nem vagyunk bejegyezve 2 éve, így ezeket a forrásokat nem vehetjük igénybe. A csapat mégis feltalálta magát és a sportkavalkát szervezésébe bevonta helyi vállalkozókat is. Fesztiválból elég sok van ma jelen pillanatban itt a megyében, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a sport fele orientálódva, a családokat is megmozgatva, a legkisebbtől a legöregebb korosztályig csinálunk valamit, amitől megindul az emberek vérpesgése, és úgy gondoltuk, hogy ez nagyon adandó alkalom lenne arra, hogyha alakítanánk itt az egyesületen belül egy sportkavalkádot. Van céllövészet, tulajdonképpen röplabda, homokfoci, lábteniszbajnokság, görkorcsolya, bicikliversenyek, tehát magán a sporton belül minden olyan ágat megpróbáltunk megmozgatni, ami hozzá tartozik ez a sportkavalkádhoz. A 3 napos rendezvényre nem csak a megyéből, az ország különböző pontjairól is érkeztek résztvevők. Nagyon kevesen voltak ezen a nyáron, nagyon jó, hogy ezt a itteniek megszervezték. Hát reméljük, hogy többször lesz, és legalább minden hónapban kéne egy hétvége, amikor valami rendezvény van, hogy visszanyelje Dombai a régi fényét. Lászlóék aktív részesei voltak a programoknak, de a legjobban a strandröplabdát élvezték. Gratulálunk az ellenfélnek, nagyon jól játszottak. Természetesen mi tartalékosan álltunk fel, azért volt ennyire rossz az eredmény. Mi szeretünk játszani, és annyi, hogy lejünk, hogy nagyon hobbi szinten nyomjuk a röplabdát, fürdésre van lehetőség. A szervezők ígérik, a kupának jövőre lesz folytatása, de addig sem maradnak a Domboriba látogatók programok nélkül. Nagyon szeretnénk itt Domboriba egy lovas programot is megrendezni. Egyelőre a helyet keressük hozzá. A résztvevők meglennének, úgy gondoljuk igény is van rá, ugye a magyar az lovas nemzet, nagyon sok embert érdekel. Ez lenne talán egy záró programja a nyárnak, és jövőre teljes lendülettel itt 2 hetente rendezvényeket szeretnénk.